Ebben a videóban ki fogjuk speedrunni a Minecraftot úgy, hogy változik a méretünk. Nem leszek egyedül, mert itt lesz velem Kaktusz. Sziasztok! A koncepció nagyon egyszerű lesz, az egyikünk folyamatosan növekedni fog, a másik meg folyamatosan össze fog menni. Nem lesz olyan könnyű feladatunk, de vajon képesek leszünk kivinni a Minecraftot? És vajon melyikünk lesz a kicsi és melyikünk lesz a nagy? Nézzétek végig, hogy megtudjátok. De még mielőtt elkezdik a videót, gyors kihajózunk az óceánra. Miért? Mert a videó létrejöttét a World of Warships támogatta. Hogyha még nem ismernétek, ez egy ingyenes hajós taktikai játék, amiben többféle létező hajó közül tudtok választani és csatázni más emberek ellen. Az összes hajót az eredeti változatokról mintázták, és hát igen, egy picit jobban ki vannak dolgozva, mint az én csódakom. Amennyiben most regisztráltak először, akkor a linkkel egy óriási kezdőcsomagra tehettek szert, ami 25 euró értékű. Kaptok 200 dublont, két hajót, a St. Louis és az Emdent, ami egy prémium hajó, kaptok 20 darab Restless Fire kamuflást, 2,5 millió kreditet, és albatortán a 7 nap prémium. És fontos, hogy ezeket csak akkor kapod meg, hogyha ez az első regisztrációd. Hogyha én lennék a helyetekben, akkor ez tökéletes alkalom lenne arra, hogy elkezdjem ezt a játékot. A boom kóddal, vagy a leírás tetején található linket tudtok regisztrálni, szerintem érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Kezdjön a videó. Szerintem a legalapabb dolog, menjünk vágni fát, hogy nem nincs hát abban. Igen, tudom. Minimum. Ú, vigyázz, jönnek a pillagerek. Jó, jó, ez nem. Lehetséges, hogy számunkra kicsit erős lesz. Jó, én nem hát jó. Aztán kíváncsi leszek, hogy egyébként így ki tudjuk-e vinni egyáltalán a Minecraftot. Mert egyébként azért ez így elég nehéz az, hogy az egyikünk kicsi vagy nagy lesz. De egyébként hogy fogjuk eldönteni, hogy melyikünk lesz a kicsi, melyikünk lesz a nagy? Hát én leszek a nagy. Nem, én leszek a nagy. Nem, én leszek. Jó, akkor döntsük el ezt a challenge-el. Akkor aki hamarabb kilútolja a pillagert, azért lesz a nagyság. Jó, de nem, én leszek. Jaj, már van akarod, hogy ez veszélyes lesz egy kicsit. Kicsit előnybe vagyok. Csak te tudsz ilyen dreamhackeket. Ez az, nálam van az előny. Gyerünk, nem, gyerünk. Hát hiszem, olyan fog felvenni egy sima lépcsőn. Nem. Ez az én leszek a nagy. Végre. Ú, mekkora vagyok, azt a mindenit. Jaj, úristen, Gábor. Hello. Nem, miért, Gábor, miért vagy négyszer akkora, mint várjál, nem. Méretű vagyok. Nem férek le. Nem férek itt le. Én meg konkrétan néz, így a lépcső, nem tudok felgyalogolni, nem ugálok el. Hozom magam ezt a ládát, ha már teljesen felesleges. Na mindegy, ez borzasztó, menjünk egy lávapoolhoz, mert nagyon gyorsan ki kell vinni a játékot, mert ez így borzasztó. Nem férek le, segítség. Túl nagy vagyok. Ú, várj, megvédelek, gyere. Ú, hát így nem tudom, hogy fogjuk kivinni a Minecraftot. Úristen, mennyi van rajta, szaladj! Várj, felfogom az ütést. Ú, au, Gábor, au, ú, szaladj! Nem tudok felgyalogolni! Nekem félszlebeket kell magammal. Gyere, szaladj, én is meg fogok halni. Ne! Ez így nagyon nem vicces! Hol vagy, ott szaladsz? Úristen, mennyien vannak rajtad. Azt tudod, hogy gyors felszom a cuccokat. Megyek, megmentelek, hol vagy? Hopp. Ez mi volt? Ne! Jó, szerintem gyorsan össze kell szednünk magunkat, én craftolok baltát meg ilyeneket, mert ez nem állapot, hogy a villagerek így megprenkeltek minket. Kifejezetten borzasztó, nem nagyon tudok mit csinálni, amúgy az a baj, nekem nagyon kell vigyázni, mert nem tudok felsétálni fél, egy egész blokkot nem tudok felsétálni, csak fél szlepben. Tényleg azt elfelejtettük mondani egyébként, hogy egy csalás meg van nekünk engedélyezve az, hogy egymásra tépézünk. Mert most ha belegondoltok, már amikor az egyik nagyon kicsi lesz, meg nagyon nagy lesz, akkor egyszerűen már nem a kicsit, egyszerűen nem tud sehova sem menni, szóval lehetetlen lenne úgy kivinnünk a Minecraftot. Én meg már itt vagyok egy barlangba és éppen szenet keresek, csak olyan sötét van, hogy ez azért eléggé nehezen kivitelezhető. De amúgy rám tépészetsz igazából, mert ez egy olyan barlang, amiben még befér szerintem. Jó, jaj, ne, itt egy skeleton! Nem, az nem egy skeleton, az egy pillager, csak már érsz hozzá. Amúgy nem ijesztő, kicsit figyelj. Ez nagyon durva. Alig férek el itt a bányában. Na itt például sokkal nagyobb előnye van a kicsinek, hát a nagy meg hát szívás kicsit. Hát igazából az a probléma, hát 0,75 vagyok a méretemnek, szóval másfél blokk magas vagyok, de ezzel az a probléma, hogy nem tudok felugrani egy blokkot. Egy vödörvíz, az mondjuk jól jönne neked, vagy egy létra. Hát igen, ja, igen, egy vödörvíz, az tényleg, az nagyon jó lenne. És itt van még szén. Igen. Megpróbálom kiszedni, hát elérem igazából simán. Én szerintem felmegyek, szedek kaját, mert valószínűleg az én jobban értek. Igen, te valószínűleg jobban tudnál egy kaját szedni, mert én mekkora szín. Nézd, mekkora szín. Miért? Azért teszedted ki azért ilyen gigantikus? Aha, felmegyek és szedek valahonnan kaját, de viszont eléggé veszélyes vizekre evezek. Uram, atyám, mennyi minden van itt. Jó, nem baj. Jó szkeletonok, ajaj, az a baj, hogy attól félek, hogy nagyobb vagyok, nem vagyok erősebb, nem tudom te, hogy vagy vele. Én meg attól félek, hogy lemegyek mélyre a bányába, és nem fog tudni kijönni, mert túl kicsi vagyok, és nem fog felugrani blokkot.
blokkokat. Oj, Mineshaftot találtam. Jaj. Nagyon kell vigyázni. Az lesz az előnye, hogyha kicsi leszek, hogy el tudok bújni egy blokkok alá is. Fára, csiak neked helyet. Oh, ez az, köszönöm. Milyen kis út van itt képítve. Merek elmenni. Amúgy, hogyha sikerülsz, akkor át tudsz menni. Jaj, ne, itt nem férek át, ki tudnál át. Lehet leesett egy creeper hozzád? Ja, nem. Jaj. Ja, nem, felrobbantottam, jó. Kemencék vannak lerakva, vagy? Itt van, hát a mineshaftba, de meg már nem férsz be. Behásom magamat, berobbantom. Nem csak gondoltam, hogy valahogy ilyet fog neked mondani. Tényleg, hogyha lerakok trapdoort, akkor nem tudok bekúszni? Vagy vízre? De, nézd már meg! Szia! Hello! Nem tudom, nem férek a... Üködik! Ez nagyon elátkozott ez a videó, az biztos. Hello! Jó, egy darab húst kiszedek, mert hogy pont annyi kakaja hiányzik, hogy elkezdjek regenerálódni. Figyelj, az egy kicsit itt fura, hogy itt... Hello! Ez a szabadság! Hála az égnek, aztán... Na jó, most megyek vadát. Vánsatolom a mobokat, vagy alapból vasbaltával vánsatolja az ember a mobokat? De, hogyha teljesen fel van töltve, akkor... Nem tudom, az a vasbaltának lehet van esélye 10-et sebezni, nem tudom. Aha, valószínűleg már, hogyha csak úgy, hogy a kritelek. Úristen, konkrétan oldalról vagyok a fának, és fentről lefelé bányász. Mi lesz még itt amúgy, amikor még jobban, még nagyobb lesz a szintkülönbség? Nem tudom, ez már így is borzasztó. De várjál már, de hogyha te a kicsiként oda a sárkány, az beállsz középre, mondjuk oda egy blokkra. Amúgy tényleg? Akkor te folyamatosan... Hozzá tud érni. Igen, én meg addig kiütöm majd a kristályokat, vagy nem tudom még. Na erre nagyon kíváncsi leszek, és nem mi ez a mond. Erre én is. Nem tudom, te hogy vagy, veled most mi újság ott a bányában, mert én elég jól érzem magam. Én nagyon nem érzem jól magam, mert elfogyott a fákjám, és nincs fám. Fa kéne nekem. Jó, akkor már megyek is vissza, mert én most felszedtem magamat minden fával. Megjöttem. Hello. Megjöttem a bevásárlásba, várjál, betolhatok a parkolóba. Jó? Hello. Ez a parkoló. Ez a piac, szól, akkor tessék, itt van fa. Egy fa. Oh. Van ilyen. Meg most, most akciót, kapsz dripstone-t. Nem, minden visszajön. Két gyémánt, Gábor, két gyémánt, meg egy aranyalma. Na jó, az nagyon jó. Abból tudsz craftolni egy kardot amúgy. Tényleg egyébként nem úgy van, hogyha van egy pillager outpost, akkor a közelbe kéne lenni falunak. Mert én akkor itt... Amúgy te most kétszeresebb tudsz sétálni, szóval elvileg gyorsan találnál falut. Igen, hát most akkor olyan gyorsan megyek, mint a lóval mennék, vagy nem is tudom. Hol van egy falu? Igazából csak a széna miatt kéne a falu, hogy a kajával ne legyünk gondunk. Igen. A kaja az mindig akkora mús a speedrunban, de tényleg... tehát egy sivatagi templomot! Jaj, de hogy fog leférni? És anélkül, hogy megnyomd a pressure plate-et, hogy fogsz beférni? Bakker, hát ide majd lehet segítségedet kell hívnom. Jó, a koordinátákat felírtam, ez a sivatagi templomhoz még visszatérhetünk, de igazából falut kéne ott. Én meg lehet lassacskán felmondok a bányász karrieremmel. Már mi történt, megvan már? Már amúgy már sok vas van eléggé, már gyémántot is találtam, meg már sok a pókfonál. Találtam egy falut, jó, végre. Nagyon most jó. Most hozzá minden ágyat, én meg tudok craftolni kettő ágyat. Jó, nagyon király. Hello. Hát igen, valószínűleg most már meg is fog. Ne! Milyen pici vagy? Úristen, nem tudok felmenni. Vigyázz, lefolysz a zombihoz! Yeah! Szedek ki szénát. Hát egyelőre ez... Úristen, micsoda! Bar! Na jó, nálam is megtörtént a változás. Osztó! Nézd már, egy ugrásból fel tudok ugrani a village-re, vagy na a házakon. Szerintem most már esélyed se lesz kifosztani ezeket a falusi házakat. Azt a mindent, jó, a szénát amúgy le tudom szedni, arra az egy dologra jó leszek. Nézd Gábor, itt vagyok, már nem tudom, hogy látsz, itt vagyok. Hello. Itt van a páncélod. Ó, köszi. Várj, és hogyha... de kicsik az itemek. Várj, és én dobok ki valamit, mondjuk itt egy dripstone. Isten, ezek óriási, ez a dripstone. Itt egy ajtó. Mekkora ez ajtó? Várj, Kovácshoz benéztél már? Most a lépcsőn fel kell ugranom. Nem, már nem fértem be. Itt van egy vaskard, meg kenyér, meg vasmellért, szóval ez nem volt haszontalan. Mi van akkor? Ott be tudsz menni, nézd. Ott be tudsz menni az aljukon. Simán. Hát tokás az egészen. Ez nagyon sneaky, be tudok ám működni. Ez nagyon menő. Jó. Akkor elindulok gyors a sivatagi templomhoz. Jézusom, milyen gyors vagy. Én nem tudom, én már kicsit hozzá is szoktam, hogy nagyon jó. Én meg ilyen hozzá szoktam, hogy nekem egy fél év átmenni a falun, te pedig ilyen szágultál. Ja, de megvan itt a sivatagi templom. Osztom, ekkora vagyok! Úristen, tépézz rám! Ez nekem egy blokk! Figyelj! Gábor! Na jó, ez nagyon durva. Nagy társz templomon olyan, mint hogyha nem tudom, egy ilyen babaházad lenne. Figyelj, nézd fel! Úristen, ez csak ott te tekintesz.
Jó, egy sima aranyalma, azért az jól jön, de amúgy más érdekes nincs. Jó, akkor mehetünk a lava poolhoz. Én a Netherre leszek kíváncsi, az mind a kettőnek borzasztó lesz. Hú, az nagyon-nagyon. Tényleg amúgy arra kíváncsi vagyok, hogy milyen távolra érek el. Hogyha most elkezdem ásni a földet, nézd be a lyukba, ilyen mélyre le tudok ásni. Micsoda? Hát konkrétan szerintem, hogyha nagyobb lesz, a bedrockig le fogsz tudni ásni. Várj, ez azt jelenti, hogy idáig elérek. Hogy innen ásom azokat ott a blokkokat. Jó, vigyázz. Jó, igyekszem. Jó, gyere. Elég nehéz így kicsiként így lávákat pakolgatni. Ja, neked nehol könnyű, te csak oda nézel. Hát én akkor begyújtom, és én elindulok, te meg akkor kicsinyítsd magad össze, és akkor majd utána meg visszanagyobbítod. Jó. Úristen, itt a Netherbe. Ja, akkor addig visszaraktam magam normális méretre, amíg átmegyek Netherbe. Nagyon fura azt a mindenit. Ez nekem nem full damage. Mi? Figyelj, innen leugrok. Fél HP. Nekem ez egy akkora full damage volt, hogy belehaltam. Ja, egyébként láttam egy olyat, hogyha lerakunk vizet a Netherbe, akkor talán hú lesz belőle, bár nem merem kipróbálni. Nem, az kitörődik, a víz eltűnik, azt ne csináld, mert akkor tényleg eltűnik. Ó, bakker, jó, akkor megyek itt egy fortress! Ez... Ilyen, hát nem lehetünk ennyire szerencsések, azt a mindenit. Júj, itt van. Csak egy picit zuhantam, de már abban is már problémám volt. Merre van a fortress? Ja, nem látod? Előre megyek, az lenni a taxin, előre megyek. Oh. Jó, és akkor rátépézek majd, eltalált amikor bejutottam. Eltalált a Blaze, ó, ne. Igen, mert téged eltalálnak könnyedén, mert óriási vagy. Nagy a hitboxom, jó, felparkurozok. Biztos, hogy a spotra megpróbálok oda menni. Itt tele van piglinekkel, júj, na jó, ez nagyon veszélyes lesz, ez nagyon veszélyes hadművelet. Építek egy hidat. Jó, hát miért nem ezt csináltad ideig? Nem tudom, nem jutott eszembe valamiért. Ó. Na gyere, Kápor, menjünk csatába. Amúgy én innen elérem őket, de hülye vagyok. Ja, tényleg? Hát akkor... Miért nem ezt csináltuk? Nem tudom miért. Oh. Jó, én itt megpróbálok megölni egy Blaze-t. Ezt próbáld meg megütni, ami itt van előttem? Azt nem érem még el. Megöltem! És alatt egy Blaze gulat. TP-z? Itt egy videoskeleton? Akkor én azt mondom, hogy akkor menjél vissza a glowstone-hoz a biztonságosba. Én rád bízom, mert nagyon-nagyon rossz egyszerűen itt. Kis aranyat lehet kéne, hogy gyűjtsél, vagy egy piglin találni. Igen. Jó, itt van még egy gaszt. Nagyon satisfying így ölni a gasztokat. Mindig olyan idegesítőek. Elégtek a cuccaid? Egy része igen, de egy csomó meg még megmaradt. Tele van Wither Skeletonnal, jó, TP-z gyors, TP-z. Itt vagyok, megvannak a cuccaim. Jó, ott vannak Wither Skeletonok, tele van Wither Skeletonnal. Jó, nem, jó, eljövök innen a Fortress-től, nekem ez túl veszélyes. Az be egy goldot, egy csomó, én azért nem tudok szerezni, mert nem félek át. Közben nagyon veszélyes vagyok itt, mert azt hittem, hogy a Blaze-ek nem fogok tudni bántani, de itt átlőttek itt egy ilyen félszleven. Tehát a Blaze-ek meglesznek, neked most már csak Enderpearl-t kéne szerezned. Találtam, de jó, találtam basic biomot. Van 7 rudám, szerintem az most már elég. Bőven elég. Már nem akarok többet kockáztatni. Jaj, megütöttem a pigmeneket! Szalaj! Jaj, ne Gábor, ne! Jó, én túlélem. Szaladj el innen, jó, olyan sebességgel. Nem baj, amúgy adnak aranyat tényleg. Várjál, maga jöttél, hogyan akkora vagy itt a kis pili most mi van? Egy kis Blackstone, az például az pont amúgy ma reggel felkeltem és erre volt szükségem. Mikor eséllyel dob Enderpearl-t amúgy? Én nem tudom, mert amúgy amikor speedrunnak mindig ilyen tökre egyből azt kaptak. Le, hogy nem az elég, hogy bejöttem. Nagyon jó. Akkor duplán fognak nekünk barterre. Ez az. Istenem, amúgy! Dobjatok már rohadt piglinek. Dobott, ott van egy... Ott egy Enderpearl! Ez az. Mi? Enderpearl, jó. Jó, meg menjünk. Vagyunk. Jó, szerintem már vagyunk, 14-en van. Úgyhogy ez mennyi ideig tartott, te jéz? Na Gábor, tépézz rám, mert itt vagyunk egy óceán közepén. Először elmegyek egy parthoz, figyelj milyen gyorsan tudok húzni várni. Elmegyek egy parthoz, hello! Szia! Elmegyek egy parthoz gyors. Jó, és okay. Gábor, úristen! Várjál már. Isten vagyok, mint az ágy fele, úristen. Beférsz az ágy alá? Nem tudsz bemenni, oda pont nem. Micsoda? Na jó, ez így már nagyon nem vicces. Jó, ide is eljutott. Itt egy pillager, ezt megölöm. Dobd el azt Enderpearl-t, mert én körülbelül 3 blokkot alig bírok megtenni ezzel a sebeggel. Hát oldom neked az Enderpearl-eket, mivel nekem aztán tényleg esélytel megmenni. Jó, egy de jó bajomot találtam, ilyen ilyen jégtüskét. Úristen, hogy rád tépézek, sebződök attól, hogy a testet közepétől leesek. Tudod, akárhányszor tépézek, instant emelcsíznünk el. Látom, ne tudd meg milyen jó érzés itt a hegyek között ugrálni. Ne tudd meg milyen jó érzés, hogy leugrasz egy blokkot, és ezt full damage-nek számít. Elvileg nagyjából erre lesz. Aha, megvan. De azért az egészen sok. Várj, ne állj, hogy az tovább lemegyek. Milyen lassan mész.
Én se írem a követ! Ne! Hát így mire leások? Jó van, én indulok lefele, Gábor. Ez most olyan, hogyha egy ilyen bányába mennék be, ilyen menekülteket kimenteni. Olyan érzésem van. Ez ilyen küldetés, nem is tudom, ilyen titkos akció. Meg kell találnod a portált, én csak miután beérti az ember, utána tudok csatlakozni hozzád. Gábor, én nagyon igyekszek, de nekem tök... Megvan a Stronghold, nem tudok a lépcsőkön menni. Jézusom, Gábor. Elütöm, létra. Oké, létrán fel. Jaj. Oké, víz. Gábor, mindjárt megvan. Gyerünk. Hogy ezt most elrontom. Megvan az end. Vagy remélem nem belülre spawnolsz. Ja, igen, akkor viszont ki tudok még ásni, ez nem olyan vészek. Még nem generálta le. Nem. Jó, oldalt vagyok. TP-zek és... Jó, itt vagy. Oké, megvagyok. Át tudok ugrani? Vigyázz. Szerintem átugrani, nem? Te, átugrottam. Jó, csinál, úristen, jó. Mekkora vagyok! Jó, amúgy szerintem innen a legkisebb tornyot elérem, na várjál. Elérem a legkisebb tornyot, na jó, ez nagyon menő. És kicsit be is lagoltam. Többit amúgy nem érem el, az a hely. Elérem, na jó, ez mi? Nagyon kire. Gábor, te mekkora lettél? Mi, megnőttem? És tényleg megnőtt? Micsoda? Na jó, ez. Azt a mekkora átugrok, na jó. Hol vagy? Jézus, ott vagy, nagyon pici vagy. Itt, ne, Gábor, hogy lehetek vagy? Még ennél? Ott vagy! Mekkora vagyok neked? Gábor, én már így már nem tudok felérni odáig, én mire elérek a sárkány közepéig, az egy 20 év. Jó, megölöm az Ender Dragont, egyszerűen pontot kell tenni neked, csak úgy, de annyira jó érzés így kiütni ezeket a hülye kristályokat. Én nekem már csak egy inkarnáció és bejutott középre. Minden is elérem a sárkányt, le tudom simán harcolni, mint egy ilyen, mint egy sima mob lenne. Én meg már a vízzel se tudok kijönni, hallod? Nekem muszáj lenne létrát kapnom. Oszta mekkorák a nyílveszőim! Oké, megy le, pörzsöl a sárkány! Gábor, valahogyan le kéne szedned ezt a sárkányt, mivel én már nem tudok kijönni a vízből magából sem. Hol vagy? De tényleg hol vagy? Te látsz engem? Itt vagy, persze itt vagyok előtted. Mi? Amerre most nézek, azt kiütök egy blokkot. Figyeld, hogy utálják a sárkánynak, mint egy sima mobnak, gyere ide! Tényleg, mint egy sima mobot ölnék. Na, nagyon magasan repül, nagyon óriás nyilvesszőket bevetem. És ennyi megvan! Volt. Megvan! És ennyi megvan. Volt, igazából tök egyszerű volt. Mondjuk ez azért hazugság, hogy ez egyszerű volt, mert ez borzasztóan nehéz ez volt. Ez nagyon nehéz volt. Hogy szeretnétek még ilyen modos videót, akkor írjátok le egy hashtag mod. Köszönöm, hogy megnézitek, Kaktusz csatornát megtaláltok a leírásban, találkozom a következő videóban, iratkozzatok fel, sziasztok!